használják egészséggel. Ünnepélyes keretek között adták át a Tolna megyei kormányhivatal Tormai Béla utcai épületét, ahol mostantól az agrárügyi és környezetvédelmi főosztály növényvédelmi és talajvédelmi osztálya kap majd helyet. A szakemberek a Kesselyűsi úton található épületből költöztek át ide. A felvételeken jól látszik, hogy még rajta van a csomagolás a mikroszkópokon a vadonatúj laborban. Az itt dolgozók szerint éppen erre, a korszerűbb laborra és eszközökre volt leginkább szükség a színvonalas munka elérése érdekében. Itt ugyanis többek között talajvédelmi vizsgálatokat végeznek majd. Bíró Attila, hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár az iroda épület átadóján azt emelte ki, a kormány célja ezekkel a beruházásokkal az, hogy a modern közigazgatás kívülről is látható legyen mindenki számára. 21. századi körülményeket teremtsünk a magyar közigazgatásban, ez egy lépés ahhoz, hogy Szekszárdon is 21. századi közigazgatással találkozzanak azok, akik ide betérnek, illetve a 21. századi körülmények között dolgozhassanak azok, akik itt kormánytisztviselőként ellátják feladatukat. Horváth Kálmán, Tolna megye kormány megbízottja úgy fogalmazott, a beruházásnak köszönhetően egy rómhalmazból modern épületet sikerült teremteni. Az ide betérő ügyfelek, ha ne adj Isten, egyébként az ügyintézés ideje kicsit hosszadalmas lenne, akkor kultúrát körülmények között tudják eltölteni az időt. És hát város szépészeti szempontból se utolsó az, hogy itt nem egy romhalmaz áll, vagy egy lepusztuló félben lévő épület, hanem tényleg a korszínvonalának megfelelő épületet tudtunk itt megvalósítani. A beruházás 150 millió forintnyi hazai forrásból valósult meg.